Köszöntöm nézőinket, az ismerős mai vendége, Dér Miklósné Zsuzsa. Engedjék meg, hogy ne magázzam Zsuzsát, hiszen mondhatom, hogy olyan régóta ismerjük egymást, és a tegező forma az már köztünk annyira természetes, hogy talán bajban lennénk mind a ketten. Zsuzsa, egy gratulációval kell kezdenem. Az apropója a beszélgetésünknek, amiből kiindulunk, az az, hogy augusztus 20-án az ünnepi közgyűlés keretében te is egy díjat, egy közjóért díjat vettél át, méghozzá a Mentál Higiénés Műhely volt titkáraként és hát alapító tagjaként. Mit jelentett ez a nap, mit jelentett ez az elismerés? Hát nagyon szép nap volt, és nagyon jól esett ez az elismerés, nem csak nekem, hanem az Egyesület valamennyi tagjának, hiszen egy immáron 12 éves munkát méltatott, értékelt, és hát így az egyik közjó érdíjat valóban mi kaphattuk meg, amelyet köszönünk részben azoknak, akik ezt észrevették, felterjesztették, részben azoknak, akik a döntést ebben a dologban meghozták. Zsuzsa, az igazsághoz hozzátartozik, hogy ugye te most már, ahogy említettük, volt titkáraként, voltál jelen az Egyesület, tehát így képviselted, de az elnökségi tag mindenképpen ragaszkodott ehhez, hiszen te alapító tagként hosszú-hosszú éveken keresztül dolgoztál ennél az Egyesületnél, közhasznú szervezetnél, ha jól tudom, 2002 óta. Nagyon-nagyon fontos sak ezek a dolgok. Ugye ezekről a dolgokról nagyon sokat beszélünk. A civil szférában nagyon sok ilyen szervezet van, de nagyon keveset ismerünk. És valljuk be őszintén, én biztos vagyok abban, hogy most akik ülnek a képernyők előtt, úgy lehet, hogy végig gondolják, hogy tényleg hallottam már róla, hogy Mentál Higiénés Műhely, de még mindig ott vannak a kérdőjelek, hogy mit csinál egy ilyen szervezet. Milyen bajommal, ki mehet oda egyáltalán, hogy fejlődött ki a tizen pár évek alatt az, hogy ma már ilyen színvonalon nyújtja és teszi a dolgát ez a sok-sok ember? Ennek a gyökerei, legalábbis ennek a szekszárdi példának a gyökerei a közművelődés múltjában keresendők. Ugye azt tudjuk, hogy 45 után volt az a nagy kultúrforradalmi éra, amikor ugye elárasztottuk mi népművelők, amely szót nem igen szeretek használni, mindenfajta kulturális termékkel a közönséget. Azután későbben már volt egy olyan, hogy kerestük a gyökereinket, és megindultak elsősorban a népművészeti kutatások, mentések, értékteremtések, ezzel párhuzamosan a különféle hagyományőrző csoportok, kluboknak a szervezése. Azután jött egy olyan éra, ami a lokalitásra helyezte a hangsúlyt, ez volt a nyitott házak korszaka, amelyet itt Tolna megyében Dombóvár kezdeményezett, de hát minden nagyvárosban, itt a Babicsban is ez aztán megvalósult. És hát utána jött egy olyan időszak, amikor a közönség szervezés egy kicsit átment a közösség szervezés felé, sőt 85-90 táján már az egyén felé. Ez összeesett az egészség fogalmának a reformjával. Ugye a WHO annak idején megváltoztatta azt a fogalmat, ami addig úgy hangzott, hogy az az egészséges ember, aki nem beteg. És ebben a fogalomban viszont már az szerepelt egy pozitív megközelítéssel, a nem szó már nem szerepelt benne, hanem az, hogy az egészség, a test, a testi, lelki és szociális, valamint a szellemi harmónia. Na most itt a léleknél és a szociális résznél jött be igazán a személyre szóló feladat, hiszen az azt jelentette, hogy olyan dologgal, személyközpontú dologgal kell foglalkozni, amelynek igazán nem volt hagyománya, természetesen nem véletlenül, tehát a lélekkel, meg a szociális kapcsolódásokkal nemigen törődtünk addig. Tehát fontossá vált, sőt, mi több meghatározóvá vált a többi komponenst illetően is, az, hogy mennyire vagyunk jobban önmagunkkal, tehát hogy vagyunk a bőrünkben, illetve hogy és mi módon jövünk ki embertársainkkal, tehát milyenek a kapcsolati minőségek. Na most ez akkor egy hiánypotlóként jelentkezett, már maga a gondolat a közművelődésen belül, mert hogy a közművelődés kezdeményezte, hogy ebbe a kulturális folyamatba
terjesztő, illetve értékteremtő folyamatba be kell hozni ezt a területet, hiszen ez egy rettenetesen fontos szeglete az emberi életnek, az emberi minőségnek és boldogulásnak. Ez 85 és 90-re tehető, amikor a Babicsban szinte párhuzamosan ketten indítottunk el, akkor úgy mondtuk, hogy egy innovációt, most mondhatnám úgy, hogy egy humán reformot, ahogy tetszik. Az egyik az a nevemhez fűződik, maga a mentálhigiéni, tehát a lélekvédelem egyéni, aztán a közösségi, közérzeti lélekvédelem, és a másik vonulat pedig a Halmai Zsuzsa részéről az élhető élet alapját megteremtő környezet és természetvédelem. Na most tulajdonképpen ebből a szemléletből, ebből a gondolati körből nőtt ki aztán maga a feladat, amelyet egy alapos budapesti előképződés után én próbáltam itt terjeszteni azzal az első dologgal, hogy egy képzést szerveztem a megyében azoknak a humán szakembereknek, akiket ez a dolog megérintett. És ebből az első társaságból aztán, amikor vége lett a képzésnek, alakult meg a műhely maga, akik azt mondták, hogy ha már mi ezeket a dolgokat tudjuk, akkor szeretnénk terjeszteni. És ez a társaság volt a Városi Mentálhigiénés Műhely akkor még. Aztán közben 89-ben ugye megjelent az egyesülési törvény, és ez a műhely akkor alakult egyesületté, tehát végül is 90 óta egyesület formáját illetően, és a feladatai között a ismeretterjesztés, készségfejlesztés mellett, ami kimondottan egy népművelői feladatként indult, kialakította azt a embereket, egyéneket segítő szolgálatrendszert, amely ugye áll az őszinte szó személyes lélekvédő szolgálatból, az SOS szolgálatból, az ifjúsági szolgálatból, társkereső szolgálatból. Aztán ezekre mind volt igény? Hát eléggé érzékenyen reagáltunk mi erre, a klienseinken keresztül, meg a közvetlen környezetünk jelzéseink keresztül. És nem azt mondom, hogy az elsőre olyan nagy igény volt az elején, hiszen egy fehér holló volt. Hát nagyon nagy újdonság volt, hogy nem egészségügyi intézményben, nem templomban, hanem egy szabad, kötetlen, bárki által, bármikor, stigmamentesen látogatható helyen, egy művelődési házban van ember, akihez be lehet menni. Na de hát az emberek erre nem voltak felkészülve, hogy valakinek csak úgy kiadják a gondjaikat. Tanulni, problémáikat. Így bizony az első időkben voltak hézagok, üres járatok, utólag tudtuk meg, hogy sokan sokszor körbejárták a Babicsot, mire sokadik alkalommal bemertek jönni, de aztán miután ennek egyre nagyobb reklámot adtunk, meg hát azért a klienseink is, ha úgy tetszik, fülbesugva vitték azt, hogy jó volt neki, vagy nem volt jó neki. Szájról szájra. Így van, előbb-utóbb azt hiszem, hogy belekerült a köztudatba. Annak ellenére, hogy az egyesület nagy csinadrattával sosem dolgozott, de mindig nagyon tudta, hogy mit akar, és nagyon szervesen és érzékenyen építkezett. Na most ennek a folyamatnak aztán két már egy kicsit jobban kifelé nyúló külön projektje is megszületett. 2000-ben az újra dolgozom kimondottan a hátrányosabb helyzetűeknek egy munkához segítő programja, és az elmúlt évben pedig a civil szervezetek megerősítését, célzó segítségét szolgáló civilháznak a működtetése. Zsuzsát, ezek olyan fejlődések és olyan erős dinamizmus, ugye, ami mindenképpen biztosítva látja, ugye, láttatja a jövőt is. Hogy jött a váltás? Miért jött el az akkor a te életedben, hogy hát ezt talán soha nem mondhatom ki, hogy megváltál a műhelytől, mert ez szerintem még élsz, nem igaz, de hogy most más területen vagy. Hát ennek is megvan a története, ha úgy tetszik. Tehát eleve a 14 év egy munkahelyen, és azon belül is egy munkakörben rettenetesen sok. Én eléggé monogám típus vagyok, és igaz, hogy a Babicsban és az alapítása óta, 70 óta, 98-ig, tehát
18, jó mondom? 70-től 90 az egyszer, ugye 20, igen, 28 évig 28. voltam, hát nem azt mondom, hogy most már, hogy népművelő, hanem inkább közművelődési dolgozó, ha úgy tetszik, animátor. És ezek, most bocsánat, hogy közbevágok, ezek is annyira érdekesek, hogy tényleg a babicsos kolléganők különböző beosztásban szerintem. Én az ott dolgozók 80%-ának nem tudnám megmondani a titulusát, de az ember tudja, hogy ott dolgozik, hozzátartozik. Így van, hát én is ezt a rengetegi sok időt csak úgy bírtam el, hogy 5 különböző más munkaterületen próbáltam ki. Hát az elején voltam, ugye én közönségszervező, klubszervező, színházszervező, tehát egy főelőadó, azután voltam igazgatóhelyettes, ami egy egészen más feladatkör, azután voltam egy megyei szakfelügyelő, közművelődési szakfelügyelő, amikor az AMK-k megjelentek, tehát az is kis településeken az iskolák művelődési háza könyvtárak összevonására került sor, és utána 98-tól kezdve 2002-ig, tehát most május 1-ig pedig a Mentálhigiénés Egyesületnek az irányítását végeztem. Csak azért mondom el, hogy a 28 év alatt is ennyi félét csináltam, mert hogy nem bírtam volna 7 évnél tovább egy helyen maradni. Ez rekord, hogy itt 12 éve vagyok. Most már úgy láttam, hogy szárnyukra kell eresztenem az én madárkáimat, ha úgy tetszik. Eléggé nagyok, erősek, tudják, hogy mit akarnak, és ugyanakkor nekem viszont más irányba kellene elmennem, és úgy tűnik, hogy nagyon gyorsan megtaláltak az új feladatok. Mi ez? Hát az alapjaimra épülve egy kicsit az esély egyenlőségi kérdések körébe elmenve az esélyegyenlőségi minisztériumnak a felkérésére egy olyan nagyobb munkára, nem is munkára, feladatra kaptam felkérést, ami most az Európai Uniós csatlakozással egyre időszerűbb, mégpedig arra, hogy regionális szinten legyek egy olyan szervező, koordinátor és szakmai irányító egy országos hálózatban, amely a nagyon kis településeknek a közösség fejlesztésében tudna esetleg segítkezni. Ezen azt értsed, hogy olyan településeket igyekszünk megkeresni, megyénként 10-14-et egyelőre, ahol nem csak, hogy önkormányzat nincs, meg hogy iskola nincs, meg hogy posta nincs, hanem még civil szervezet sincs, viszont élnek ott emberek. És hogyha egy vagy kettő olyan közösségi indítatású, elkötelezett, úgynevezett kapuőr megtalálható, akivel a társadalmi részvételt, aztán részben önmagukkal, tehát a falun belül élőkkel, illetve hát a szomszéd falukkal való együttműködést elő lehet segíteni. Azon kívül az érdek képviseletet összegyűjteni és egy kicsit inspirálni, akkor ez, ha úgy tetszik, a vidékfejlesztésnek egy nagyon fontos része, és olyan része, ami hát az esély egyenlőségtől messze áll. Hát itt van tehát a feladat, ahogy említetted, és munka, mindig csak a munka. Az tisztán látszik, Zsuzsa, hogy megszállottja vagy a dolgoknak, vagy éppen amit csinálsz, és szerintem aki ismer téged, azt nagyon jól tudja rólad, hogy kitartóan és végigviszed az akaratodat. De ugye szokták mondani, hogy a Schusternek mindig a cipője lukas, persze erre semmire nem akarok utalni, de ült már velem szemben itt segítő szakember, aki bizony elmondta, hogy egy dolgot nagyon sajnál, hogy amíg rengeteg energiát és időt fordított a társadalom különböző elesett, bármilyen szempontból segítségre szoruló rétegeire, addig bizony saját maga körül, vagy éppen a családjában nem mindig volt ott olyan óraszámban, ahogy ezt esetleg kellett volna. Nálad ez hogy alakult, Zsuzsa? A munka mellett, a hosszú-hosszú évek mellett hogyan sikerült a családi életet felépíteni? Kik a te családod? Hát az én családom az
egy átlagos. Sajnos mondhatnám, hogy minden második, esetleg harmadik egy család főnélküli család, ha úgy tetszik. Tehát én eléggé régóta, 80 óta élek a gyermekeimmel, két fiammal. Hát az életemben az egy nem beteljesült vágy volt. Ha tetszik, úgy is mondhatom, hogy kudarc, hogy hát az én házasságom az tulajdonképpen 14 évig tartott, aminek az volt az oka, és ezt csak tanúságként mondom el, szülőknek, esetleg fiataloknak, hogy tűz és víz találkozott, tehát két végletesen ellentétes, amúgy a maga módján, a maga nemében nagyon klassz ember, csak éppen együtt szinte kioltották egymást. Na most, amikor ugye az ember szerelmes, akkor megjelenik a rózsaszín köd, és akkor nincs ráció, csak érzelem. És ezek a dolgok, amik aztán az együttélés során egyre erőteljesebben kiderültek, ezek akkor nem láthatók. És ami még ebben a nagy lángoló állapotomban sajnos olaj volt a tűzre, hogy legjobb szándékkal a szüleim nagyon féltettek ettől a házasságtól, és eléggé határozottan ellenezték. Uh-huh. És én ennek ellenére azt gondoltam, hogy ez nem lehet igaz, és voltam olyan konok, hogy én majd megmutatom, hogy dehogy nem, és valóban úgy mentem férjhez, hogy utólag derült ki, hogy nem vagyunk egymáshoz valók, így aztán az idők múlásával a vízből jég lett. Uh-huh. És a dolgot akkor az nehezítette, hogy hát előtte haltak meg a szüleim, tehát akkor én a gyerekekkel úgy maradtam, hogy nagyon komoly segítő háttértámasz hiányzott, de hát a kompenzáció mindig megjelenik, és körülöttem is megjelent, és a népes családom, ha úgy tetszik, azonok a testvéri szintől kezdve, azon segítőkészsége akkor megmutatkozott, felerősödött, de mondhatnám ezt, hogy a munkahelyemen, a Babicsban, ott is volt jó pár olyan munkatársam, aki nagyon komolyan a segítségemre volt. Aztán mondhatom azt is, hogy volt baráti köröm, őrájuk is mindig számíthattunk, és azt is mondhatom, hogy az Egyesület is egy csuda nagy háttér, segítséget, erősítést, erőt jelentett. Na most ebben a körben próbáltam, ugye, mint gyermekeit egyedül nevelő, ha úgy tetszik, hátrányos anyuka helyt állni, de hát következett ebből az is, hogy meg kellett teremteni az egzisztenciát, és meg kellett teremteni a betévő falatot, ha úgy tetszik, és ebben neked igazad van, hogy bizony egy időben, amikor ez az önálló önépítésem történt, akkor egy kicsit nagyobb hangsúlyt fektettem erre az oldalra, mint arra. De hát ez egy idő után aztán ez a dolog helyre billent, de fontos időszakban valóban hiányoztam. De hát ez valahol én azt gondolom, hogy a segítő szakmával is jár, hiszen én elmondhatom, hogy ugye hasonló területen szereztem az első diplomámat, és én bevallom őszintén, hogy ez a segítő szféra egy idő után egyszerűen rá nyomja az emberre ezt a rengeteg problémát. És tényleg volt már a tanulmányok során olyan időszak, amikor nem csak én, hanem a csoportársaim többsége is azt mondta, hogy ha most még egyszer családi problémákról, vagy tényleg hátrányos helyzetű emberek gondjairól kell hallanom, akkor megőrülök. Szóval én mindig csodálom azt, ahogy mondhatnám például az egészségügyben, hogy valaki nap mint nap el tudja viselni ugye a betegséggel járó dolgokat, ugyanígy a segítő szakmában, hogy valaki nap mint nap valakinek a támasza tud lenni. Szóval valahol ez számomra hihetetlen, hogy ez működik. Vagy nem tudom, lehet, hogy ehhez valamiféle belső erő kell. Hát biztosan kell egy mentalitás, kell egy belső erő, egy elhivatottság, vagy elkötelezettség, és egy komoly szándék. De azt gondolom, hogy nagyon sok plusz erőt tud ez adni.
mert minden ilyen eset kölcsönös fejlődéssel jársz. Azt gondolom, hogy nem csak én tudok segíteni szükség esetén a másiknak, hanem nekem az ő példájával, az önmaga személyiségével legalább annyi útravalót tud adni, meg tapasztalatot. Uh-huh. Tehát ez egy olyan kölcsönös folyamat. Így van, és hát talán ez benne a mozgatórugó. Lehet, hogy ehhez kell az a bizonyos idő, amíg ezt az ember felismeri, és amíg ebből táplálkozni tud, gondolom én. Zsuzsa, ki tudsz-e kapcsolni néha? Van-e olyan, amikor úgy le tudod tenni ezeket a dolgokat, és akkor teljesen csak önmagadra, a kikapcsolódásra, a pihenésre tudsz koncentrálni? Jársz-e utazgatni? Mi az, amit szeretsz csinálni? Hát egyre többet igyekszem ebben az irányban elmozdulni. Most például az idén Hollandiában voltam, ami egy fantasztikus élmény volt, és annyira megtetszett nekem az az ország, a maga gyönyörű környezetével és az embereivel, a mindig mosolygó és mindig segítő embereivel, hogy úgy el is tudnám képzelni, hogy esetleg második életemben oda szülessek. De hát emellett van egy nagyon biztos sivatagom, ha úgy tetszik, egy olyan sivatag, amelynek a látóhatára kitágul, tehát nagyon-nagyon tág, az pedig Decsszőlőhegyen van egy tanyám, és ez rettenetesen megnyugtat. És amikor éppen nem dolgozom, mert hát ott is van egy laptopom természetesen, és ami olyan szellemi vagy írásbeli munka, azt ott, ha van kedvem rá, és vagy éppen valami sürget, akkor ott elvégzem, de nagyon gyakran nem csinálok semmit. Mikor a szomszéd megkérdi, hogy na Zsuzsika, mi a munka szokás szerint, hát akkor én nagyon nem tudok más mondani, mint hogy hát most pihengetek, most borsót pucolok, most rendezem a körletet, és simogatom a cicáimat. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó, biztonságos hely, és ha úgy tetszik, olyan, mint egy kis őrsi búvóhely. Ettől függetlenül ott mindenki megtalál, ha másképpen nem, akkor a mobiltelefonomon keresztül. Ugye ez az elismerés biztos, hogy egy állomás, de ez mondhatni az egész műhelynek szól, de hát nyilván valahol neked, hiszen az egyike vagy azoknak, akik ezt az egészet ugye odafejlesztették, ahol ez ma áll, de azért meg kell említenünk azt is, hogy néhány évvel ezelőtt a minisztérium is felfigyelt már a te munkádra, és gondolom azt, hogy most is ez a minisztériumi felkérés is jött irányodba, ez sem véletlen. Mit jelentenek ezek az elismerés? És mit érzel olyankor, amikor úgy, most nem akarom azt a szót használni, de az jutott eszembe, hogy egy-egy ilyet besöpörsz? Hát ez mindig egy megerősítés, és egy újabb lökés. Szóval újabb löket valami felé, hogy szóval véletlenül se ne legyek közfeladat nélkül, ha úgy tetszik. Szóval én a gyökereim révén egy olyan közéletiséget hoztam, hogy nem bírnék négy fal között megmaradni. Én immár mondhatnám azt, ha úgy tetszik, hogy kétszer mentem nyugdíjba. Egyszer 98-ban, ugye akkor, mint babis dolgozó mentem nyugdíjba, és akkor még ide hadd tegyem hozzá, hogy akkor megkaptam a babisnak a díját, általa alapított díjat, a babis díjat. Azután teljes mellszélességgel és 8 órában akkor már teljesen az Egyesületnek a vezetésével voltam elfoglalva, és hát most május 1-én mentem, ha úgy tetszik, a második 8 órás munkaidőmből nyugdíjba. De most megtaláltak az újabb feladatok, ami azt jelenti, hogy most már nem kötöm meg így magam, hogy határozottan egy feladatra, hanem teljesen nyitott vagyok arra, ami jön. És hát jöttek a dolgok. Nem csak ez jött, amit az előbb mondtam, hanem egészen váratlan módon szintén az esélyegyenlőség, vagy esélyegyenlőtlenség területéről van szó, megkeresett a BEAS Egyesület, amely a kisebbségi önkormányzattal konzorciumi partnerségben egy pályázatot írt, egy Európai Uniós pályázatot,
Éppen az esélyegyenlőség csökkentése céljából. És felkértek, hogy ennek a projektnek legyek úgy a vezetője, hogy annak a szakgárdának, aki ezt a feladatot fogja irányítani, a stábépítésében, a projekt fejlesztésében, egyáltalán a közösségük szervezésében, és legyek segítségükre. Úgyhogy ez a munka körülbelül a jövő év elején fog indulni, amennyiben ez a szerintem nagyon jó pályázat tényleg zöld utat kap. Zsuzsa, így végszóként tehát elmondhatom, hogy szó sincs nyugdíjba vonulásról, visszavonulásról és arról, de hogy te... De lazításról mindenképpen. Tehát azért igen. Munka, de mellette most már eljön a több kikapcsolódás tehát ideje is. És a válogatás, mert hogy azért ezen kívül még jöttek feladatok. De én úgy gondolom, hogy ez a kettő, ami most nagyon szívemhez közel áll, mert mind a kettőt nagyon szeretem, a romákat különösen a családhoz való viszonyuk miatt, egyrészt másrészt pedig a hagyománytiszteletük és a hagyományuk miatt, és számomra ez egy csuda új terület, és éppen ezért lehet érdekes. Tehát emellett ugye van még, amiről nem beszéltünk, az egy két éves feladat, hogy a Nemzeti Civil Alapprogram Dél-Dunántúli Kollégiumának vagyok az elnökségének vagyok az egyik, pontosabban a kollégiumának vagyok az egyik tagja, és hát itt is van azért feladat pályázatkiírásokkal, értékelésekkel, most újra majd a második forduló kiírásával és értékelésével. Zsuzsa, hát én azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint hogy jó munkát kívánjak, mert itt aztán én szerintem ez a pihenés, amit te említettél, így a feladatokat halva, hát ebből nem vagyok benne oly biztos, hogy sok-sok jut, de azért én persze kívánom, hogy ezek a feladatok is minél több sikert hozzanak majd a jövőben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, a nézőknek a figyelmet köszönöm, meg várom önöket legközelebb is viszontlátásra.